És akkor felkérem Miúgy György egyetemi docens, a Debreceni Egyetem docensét, történettudományok habilitált doktorát, hogy tartsa meg előadását a Dunai Egyesült Államok tervezete a nemzetiségi gondolkodó körében címmel. Köszöntöm Önöket, tisztelt hallgatóim, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a én történetem szereplőit Erdődy Gábor kitűnő előadásában már sorra bemutatta, úgyhogy talán erre már időt nem kell fordítanom. És persze a kontextusokat is nagyon jól, kontextusok is nagyon jól kirajzolódtak ebben az előadásban. Csak annyiban szeretnék ehhez a kontextushoz kapcsolódni, hogy a 48 során és 49-ben az vezetett igazán tragikus feszültségekhez és ellentétekhez a magyar politikai elit, a magyar politikusok, a magyar nemzeti mozgalom és a nemzeti kisebbségek mozgalmai, vezetői, politikusai között, hogy a magyar politikai elit ugye a szabadság kibővítésében gondolkozott, azt gondolta, hogy nyelv és vallási különbség nélkül megbiztosítja a szabadságot az ország minden lakója számára, de egyben azt is, hogy ahogy Kossuth is fogalmaz még áprilisban, az áprilisi törvények megszületésének időszakában, hogy magyar a szabadság, ami megosztatik, vagyis hogy ragaszkodik az ország egységéhez, politikai egységéhez és a magyar nyelv hivatalossá tételéhez, amit már korábban a 40-es években lépésről lépésre, vagy a 40-es évekre, 44-re sikerült elérnie. Ezért a nemzetiségek, amik persze örültek a szabadságnak, de keveselték az egyéni jogokat, szerették volna, ha a magyar politika elismeri a kollektív jogokra irányuló igényeiket, tehát nemzetként, nemzetiségként, tehát a szavaknak majd lesz jelentősége, de felváltva használják, tehát politikai testületként is elismerik őket. Ugye a magyar törvény, a 48-as nagy jelentőségű áprilisi törvények, és majd később a függetlenségi nyilatkozat sem szól külön a nemzetiségekről. Ezzel szemben az ausztriai különböző alkotmányos deklarációk, és itt a március 4-i, 49. március 4-i Olmütze alkotmánynál venném fel a fonalat, azok a néptörzsek, ugye ott ezt a szót szeretik használni, egyenjogúságáról és a nemzetiségek önrendelkezésének az elismeréséről beszélnek. Sorra a különböző alkotmányos gesztusok ezt megismétlik, ahogy az Olmütze alkotmány is tesz erre utalást. Ugyanakkor pedig hát az alkotmány most már az egész birodalomban egy egyenjogú koronatartományokra, egyenjogú koronatartományokból szervezi meg a birodalmat. Ez a magyar korona országai szempontjából, amire ugye a magyar politika törekszik ezeknek az egységesítésére, egy centralista kormányzatra, persze ezt a háborús helyzet, a polgárháborús helyzet megakadályozza, leválasztja Horvát-Szlavónországot, a határőrvidéket, Erdélyt, és megígéri egy új koronatartomány a szerb vajdaság és a temesi bánság kialakítását. Ez majd később az év őszén ennek a szervezése el is indul. Minden esetre a nemzetiségek, amelyek Bécsnél, Ausztria partnerségében, vagy bizonyos nemzeti mozgalmak, elsősorban a horvát, a szerb és a román, akik eljutnak a fegyveres felkelésig is, vagy nyílt fegyveres felkelésekig, harcokig, azok elégedetlenek ezekkel a javaslatokkal, főleg a szerbek, hogy hiányzik a vajdaság, de igazán azzal elégedetlenek, hogy a tartományoknak rendkívül szűk jogkört biztosít az alkotmány, tehát nem ezért harcoltak, ami hát csalódással tölti el őket.
Ez párhuzamosan, tehát ez a kiábrándultság, ez a csalódás, és közben a magyar katonai sikereknek 49 tavaszán való kibontakozása hozza el azokat a kapcsolatfelvételeket, amit főleg a hadviselő felek között zajlik, és amire Erdőri professzor úr már utalt az előadásában, ezeket csak tulajdonképpen felsoroltam. Elsősorban a horvátokkal kevésbé, elsősorban a szerbekkel folynak ilyen akciók, és ugye hallottuk, hogy Párizsban Teleki is nagyon komoly tárgyalásokat folytat a monarchia nemzetiségi politikusaival. Itt a szerb tárgyalásoknál talán a legfontosabb, vagy a legőszintébb, vagy a legtovább Andrássy Gyula jut, aki konstantinápolyi kiküldetését megszakítva sikerül hát Ilija Garasanyinnal, a szerb kormány tagjával talán konstruktív tárgyalásokat folytatni. Tényleges eredménye ezeknek nincsen. A románokkal, a román felkelőkkel is zajlanak ezek az egyeztetések, ugye Bem visszafoglalja Erdélyt, vagy legalábbis kiszorítja az orosz és az osztrák csapatokat, de Erdély középhegységben Avram Jankó felkelői tartják magukat. Magyarországi, tehát nem erdélyi, hanem magyarországi román országgyűlési képviselők kezdeményezik a kapcsolatfelvételt. Jan Dragos első küldetése sikertelen, de ezt folytatják a Jan Gozman és mások is levélben keresik meg Jankót, aki válaszol, Kossuthoz eljutatják ezt a levelet, és Kossuth válaszában talán annyiban emeltem ki a választ, most nem az egyezkedés szempontjából érdekes ez, hiszen eléggé keményen válaszol Kossuth, tehát nem igazán diplomatikusan, hogy látszik a válaszából, hogy tehát ezt üzeni a felkelő csapatok vezérének, aki hát azt nehezményezi, hogy a magyarok nem ismerték el a románokat politikai nemzetként, hogy ragaszkodik a diplomatikai nyelvhez, ahogy ugye Batthyány Kázmér külügyminiszter is egy hónappal korábban megírt köriratában, vagy utasításában. Magyarországon nem lehetnek különböző politikai nemzetiségek, különböző politikai nemzetek, mert ez a közjogi, kollektív, testületi igény az előbb-utóbb területi különállást is indukál. Tehát valójában ez oda vezetne, hogy nemzetiségi nyelvi alapon az ország több tartományra szakadna. Ha ezt megadnák a románoknak, akkor igényelnék a tótok, szlovákok, igényelnék a németek, a szászok, a szerbek és az oroszok, a ruszinok is. Tehát Magyarország több nyelvi alapú tartományá szakadna szét. És ez tulajdonképpen az egész későbbiek során is, már az emigrációban is, ahogy hallottuk, jellemző lesz a kossuthi álláspontra, megtagadja a nyelvi alapú tartományoknak a kialakítását, mivel abban az ország szétszakadásának, felbomlásának a veszélyét látja. Nagyon jellemző ez a mondat, Magyarország lehet föderációban Olaországgal, Szerbiával, de Magyarország maga magával, azaz a kebelében lakó polgárokkal föderációban nem léphet. Egyetlen eredményes egyezkedési kísérlet van, ez a már szintén említett Nikolaj Bölcsescu havasalföldi emigráns, illetve havasalföldi emigránsok, hiszen egy Bolyák nevű emigráns is aláírja, vagy bekapcsolódik a tárgyalásokba, és a magyar kormány között létrejövő lényegében szövetségi kapcsolat, nemzetközi szövetségnek is lehetne ezt tekinteni. Bölcsescu maga is a havasalföldi forradalom, előző nyári havasalföldi forradalom következtében létrejött ideiglenes kormánynak volt a tagja, külügyminisztere, később államtitkára. Nyilván ő is a román
nemzetiségnek, a román nyelvű tartományoknak az egyesítésén dolgozik, mint számos politikus társa. Csak ugye az a ő problémájuk, hogy ezek a román lakta tartományok három birodalom keretében fekszenek, vagy helyezkednek el, az orosz, a török és a Habsburg birodalom. Tehát Bölcsesko ezt egy hosszabb, akár több évtizedes, évszázados folyamatnak tekinti, tehát kicsit körültekintőbb, mérsékeltebb a többieknél. De azért írtam ide ezt a 49. januári idézetet, mert mutatja, hogy míg a magyarok ugye a szabadság megosztásában gondolkoznak, és próbálják legalábbis a nemzet, nem maguk, hanem a nemzetiségek vonatkozásában a nemzetügyet egy kicsit ennek alárendelni, itt a partnerek, míg a leginkább egyezkedésre nyitott partnerek is a nemzetiségi kérdést helyezik előtérbe, a nemzetiségi kérdést a szabadság fölé helyezem, írja Bölcsesko. Tehát ő a magyarokkal való megegyezésnek a híve, 48 nyarán tesz erre egy áttételes közvetítők útján egy kísérletet, ez sikertelen most, a katonai sikerek hatására úgy gondolja barátjával, Jan Gikával, aki Konstantinápolyban működik, hogy meg kell újítani ezt a szövetségi ajánlatot, és kell egy román légiót szervezni, amelyben a magyarok mellé állnak. Ezért személyesen jön Magyarországra egy szárd ügynök, félhivatalos ügynök, Alessandro Monti kíséretében, akinek egyébként sikerül megszervezni az olasz légiót a szabadságharc végére, és egy Antonyi Ilinszky lengyel emigráns, aki már török szolgálatban van, őt azért hozza, hogy a megszervezendő román légió élére álljon. Ez nem fog sikerülni, mármint a légió megszervezése, de találkozik a magyar tábornokokkal, Perczellel, Bemmel, tárgyal velük, M. Kossuthoz irányítja, hallottuk, hogy Kossuthtal konstruktív tárgyalásokat folytat Debrecenben. Jó benyomása van ezekről a tárgyalásokról, azt írja, hogy Kossuth elfogadta a konföderáció gondolatát, a légió tervét is jól fogadta. És hát hosszasan zajlanak a tárgyalások, több iratváltás van, elnyúlik, mert közben Debrecenből Pestre, majd Pestről Szegedre költözik a kormány, de szintén a magyarországi román képviselők állítják össze azokat a követeléseket, amelyek alapján Bölcsesko a magyar kormányhoz intézett emlékiratát megfogalmazza, illetve elkészíti a légióra vonatkozó tervezetet is. Főként Batthyány Kázmérrel, tehát a külügyminiszterrel folytatják ezeket az egyeztetéseket, tárgyalásokat, iratváltásokat, és ez alapján alakul ki a végleges szöveg július 14-én, a Projet de Pacification, egy megbékélési tervezet, vagy békítési tervezet, amelyet Kossuth ír alá, de majd később ugye ennek az elveit, pontjait az országgyűlés határozat formájában is rögzít, illetve megpróbálja kiterjeszteni a többi nemzetiségekre, hiszen ez a megbékélési tervezet csak a románokra vonatkozik, a románokkal kommunikál. És a kölcsönös engedmények mellett, amire mindjárt rá fogok térni, a nyelvnek is nagy szerepe van, hiszen ez egy francia, már abban, hogy létrejöhetett a megegyezés, mindenki visszafogott. A francia nyelvű szöveg a nemzet helyett, ugye a nemzetiség, a magyar kormány biztosítani óhatja az összes magyarországi nemzetiség szabad fejlődését, vagy nemzetiségek szabad fejlődését, ez modern fordítása a szövegnek. A eredeti franciában a nationalité, vagy nationalités van, szerepel, amit természetesen a románok nemzetiségként
politikai nemzetként értenek, viszont az egykorú magyar fordítások, ahol a francia a nemzetiséget használja, ott általában külön népiségről, vagy magyarországi népiségek szabad fejlődéséről beszél. Tehát a nemzetiség, nemzet, politikai nemzet értelemben szeretnék felfogni a románok a nemzetiség jelentését, míg a magyarok sokkal inkább a gyengébb népiség kifejezést használják, ami inkább csak a nyelvi jogokra, a kulturális felekezeti jogokra összpontosít. A szabad fejlődés, vagy ahogy majd Szemere a törvény előterjesztésében mondja, a nemzetiségek és népiségek szabad kifejlődéséről beszél, ez is egy meglehetősen rugalmas formula. Az engedményekről csak annyit, és ennek a megegyezésnek a pontjairól, hogy a románok nem feszegetik a területi autonómia kérdését, tehát nem hozzák elő Erdély problémáját, az unió kérdését. A magyarok viszont, hiszen ez neuralgikus pont a magyar politika számára, láttuk Kossuth, hogy viszonyul ehhez az előzőekben. A magyarok viszont tovább lépnek, egyrészt már a nyár folyamán Szemere javaslataiban szerepel az, hogy a községek igazgatási nyelve, tehát a iskola és a vallási szabad nyelvhasználat mellett a községekben is elfogadják a többségi nyelvet igazgatási nyelvként, tehát mi itt a megegyezésben pedig a megyékben is elfogadják a többségi elvet, a többségi alapon meghatározott igazgatási nyelvet, tehát gyakorlatilag elfogadják azt, hogy a megyéket két nyelven, románul és magyarul, illetve hát a nemzetiségi határozat szerint bármelyik nemzetiség, többségi nemzetiség nyelvén is magyarul lehet igazgatni. Sokkal korlátozottabb a Batthyányi korábbi javaslatához képest a hivatalos nyelv használatának a köre. A június 10-i körirat az még rendkívül szélesen határozta meg a magyar nyelv használatát. És természetesen számos egyházi iskolai jogot biztosít, és külön a román ortodox egyháznak a függetlenségét, hiszen ők pedig a szerb egyháztól akartak függetlenek lenni, noha mindketten, vagy mindkét mozgalom magyar ellenes volt. Megszületik a légió terve is, Bölcsescu felkeresi Jankut, sikerül egyezkedniük, megegyezniük, de a kialakult harci helyzet miatt, hiszen már az oroszok ellepték Erdélyt, már nem át nem szervezik meg a légiót, hanem csak semlegességet fogad. A nemzetiségi törvényben még főként Szemere miniszterelnök nyomására vagy akaratát, politikai szándékait megvalósítandó kiterjesztik tehát ezt a javaslatot az egész magyarországi nemzetiségekre. Amit aztán persze a nemzetiségi politikusok jól fogadnak, kedvezően fogadnak, de igazán már ennek a szabadságharc végperceiben, végnapjaiban már nem sok jelentősége van. Az emigrációban folytatódnak tovább ezek a tárgyalások, most már ugye a magyar politikai vezetők javarészt nem mindenki, de a szerencsésebbek azok emigrációban folytatják a tevékenységüket. Míg azt láttuk, hogy 49 nyarán Batthyányinál és Kossuthnál is, esetleg Szemerénél is van utalás a konfederációra, de igazán ezzel a magyar kormány nem nagyon foglalkozik. Az emigráció bármennyire is összetett, és több tehát viták vannak, megosztott és több központú, ez a konfederációs elképzelés siker témának bizonyul. Két elvet tudnak, vagy két dolgot tudnak benne nagyon jól összekapcsolni, ami mindkettő szükséges az emigráció céljai szempontjából.
Az egyik ugye, hogy szeretnék újra felvenni a küzdelmet, tehát fegyveresen, ha lehet, kivívni a magyar függetlenséget. Ehhez elengedhetetlen, ez 48-49 határozott tanúsága, a nemzetiségekkel való megegyezés, és ebben ugye eleve a kommunikációs helyzet, hogy az emigránsok érik el az emigránsokat, nem annyira a hazai nemzetiségi vezetőket. Úgy gondolják, hogy ha az anyaországaikkal, anyanemzeteikkel sikerül megegyezni, akkor ez garanciát biztosít a hazai nemzetiségeknek is, biztonságot jelent számukra is. A másik, hogy a nemzetközi helyzettől is függ ez, egy nemzetközi konfliktusra várnak, itt remény is van egy török-orosz háborúra, ez nem következik most be, de majd évek múlva igen, hogy a nagyhatalmak jó indulatát, vagy legalábbis jó indulatú semlegességét is meg kell nyerni, és ugye ez persze komoly diplomáciai erőfeszítéseket igényel, de maga a konföderáció, ha létrejönne, főleg ha a magyar központtal, közép-európai súlya jönne létre ez a konföderáció, amit persze a magyarok szeretnének, akkor ez kiválthatná a Habsburg birodalomnak a funkcióját, amelynek főleg az angol diplomácia szempontjából fontos szerepet tulajdonít az európai hatalmi rendszerben, egyensúlyi rendszerben. Tehát Vidinben folytatódnak, vagy indulnak újra a tárgyalások, ide érkezik egy angol katona, ügynök, talán kalandor, egy Charles Henningsen nevű küldött leveleket hoz Pulszkitól, Telekitől, Kossuthtal, a Banda Orientálénak nevezett konfederációval tárgyal Magyarország, Lengyelország, Horvátország, Szerbia és a román fejedelemségek bevonásával. Az említett Csártoriszki emigrációnak az ügynökei, a Zamoyszki gróf, a Büsztrizsinovszki gróf is becsatlakozik, mivel Kossuth a konzervatív lengyel emigrációval meglehetősen bizalmatlan, ezért a demokratákkal sokkal jobban megérti magát a magyarországi harcokban részt vett lengyel légió vezérét, József Viszockit is bevonják, az említett Montit, és természetesen Batthyány Kázmér is részt vesz a tárgyalásokon. Ebben a magyarok elfogadják Horvát és Szlavónországnak a teljes függetlenségét, ezzel egy esetleg Szerbiához való csatlakozását. Egyébként a magyar kormány, tehát még a Batthyány Lajos vezette kormány erre tesz egy javaslatot 48 őszén, hogy akár Horvát és Szlavónország külön válhasson. Török szuverenitás alatt képzeli el Kossuth ezt az egyességet, ehhez később is ragaszkodik. Itt megint ennek inkább diplomáciai okai vannak. Szeretné Törökországot partnernek tekinteni egy eljövendő konfliktusban, főleg orosz ellenes háborúban, tehát nem akarja felbőszíteni, felingerelni, inkább megnyerni, hogy bizonyos tartományokat kiszakít, tehát nem fokozni az ellenségek számát, hanem növelni a barátokét. A tervet Henningsen viszi Belgrádba, illetve Londonban, az lenne a feladata, hogy az angol diplomáciát is meggyőzze, vagy diplomata köröket meggyőzzen a terv életképességéről, és ugye eközben a belgrádi szálhoz kapcsolódóan Batthyány Kázmér és Kossuth fogalmaz egy javaslatot egy szárd ügynöknek, Giuseppe Carozzininek, aki képviselte már korábban is a magyar érdekeket Belgrádban, hogy győzzék meg a konfederációról, illetve egy magyar szövetség szükségességről a szerb kormány, de mivel a vajdaságról nem tesznek említést, ezek a tárgyalások elakadnak. Londonban újabb szereplők csatlakoznak be, a már említett Teleki László, Kapka György, Pulszky Ferenc magyar részről, illetve Andrássy Gyula is ott van, illetve a másik szereplőnk, Bölcsescu is megjelenik Párizsban, és szintén lengyel
lengyelekkel, oroszokkal folytatják ezeket a tervezgetéseket, és ennek az eredményeként fogalmaz meg egy konföderációs javaslatot 50 elején, majd áprilisban egy bővebb tervezetet Bölcsescu, amit már Dunai Egyesült Államoknak nevez, ez a Magyar Királyságra, Bukovinára, Moldvára, Havasalföldre, Szerbiára és a majdani Beszarábiára terjed neki, tehát inkább a román egység van az ő szemei előtt. Erre ezt nem részletezem, mert lesz ennél egy pontosabb, részletesebb terve, hanem lépek tovább az események sodrával, és ugye csak jelzem, hogy erről a tárgyalásokról Kossuth is értesül, Teleki is tájékoztatja Batthyány Kázmért és Kossuthot levélben. Sajnos ez a levél hiányzik, és ahogy hallottuk Erdődy Gábor előadásában, tulajdonképpen ennek ösztönzésére fogalmazza meg Kossuth a maga konföderációs tervezetét. Nyilván ezt nem fogom ismertetni, illetve hát azt a alkotmányterv, jövő évi, következő évi alkotmányterv vázlatot, amit a Telekinek küldött levélhez csatol. Ő Északkeleti Szövetséges Szabad Státuszoknak nevezi a létrejövő konstrukciót, Magyarország, Szerbia, Moldva és Havasalföld alkotná ezt a konföderációt. A török szuverenitást Telekiék kezdetben támogatják, aztán teljesen elvetik, Teleki maga az egész tervet ellenzi, és hát ez aztán Kossuthnak a kicsit dörgedelmes válaszának az oka. Most Bölcsescu, ahogy ezt az egyik vidini tárgyalásoknak a szereplőit erről értesíti, nincs jó véleménnyel a Kossuth-féle tervezetről. Egyre inkább az a benyomása, hogy Kossuth a megegyezésnek a legfőbb akadálya, mert nem adja fel a magyar szupremácia igényét, tehát a felsőbbség igényét, vagy elsőbbség igényét, tehát a magyar nemzetnek kiemelt szerepet, a magyar nemzetiségnek, politikai nemzetnek kiemelt szerepet tulajdonít, történeti jogot és a területi integritás elvét. Bölcsescu a történeti jogban a hódítás, az erőszak jogát látja, és vele szemben a természetjogra hivatkozik. Sérelmezi ebben a levelében, hogy Kossuth román területeken csak a fejedelemségeket érti, és nem Erdélyt, illetve a magyarországi románok lakta területeket. Szerinte ez a történelmi politikai egységhez való makacs ragaszkodás végső soron, vagyis a magyar nyelv, ez leginkább a magyar nyelv hivatalos használatában jelentkezik, ez végső soron a magyar faj öngyilkosságához fog vezetni, amit persze a román mozgalom nem kíván. És azt az összefüggést is felveti, ami egy nagyon érdekes összefüggés, és itt mindenki a szabadságbővítésben, a demokráciában gondolkozik, hogy a magyarok majd kénytelenek lesznek a szabadságot is korlátozni, visszafogni, mert ha a demokrácia, a népfelség elv, a politikai jogok kiterjesztésében gondolkoznak, az előbb-utóbb szám szerinti szláv és román többséget eredményez, amely majd megdönti az államokat. Így jutunk el aztán a végleges tervhez, vagy a kidolgozottabb tervezethez. Túlságosan ez sem kidolgozott. Teleki 51 elején, tehát egy évvel a londoni tárgyalások után ismét felkéri Bölcsescut, hogy foglalja össze konföderációval kapcsolatos terveit, nézeteit. Nyilván szeretné folytatni a párbeszédet a románokkal. És korábban is többször is kifejti ezt az álláspontját Bölcsescu, hogy a szabadságot ebben a térségben, ahol tehát birodalmak vannak, és
a kis népek, kis nemzeteknek össze kell fogniuk a saját nemzeti törekvéseik, mozgalmaik megvalósítása érdekében, csak a konfederáció biztosíthatja a szabadságot, mert ő továbbra is úgy látja, hogy a népek inkább ragaszkodnak nemzetiségükhöz, mint a politikai szabadsághoz. Aztán egy egészen érdekes, és a magyar emigránsok többsége véleménye szerint képtelen tervet ad elő, hogy lényegében a magyar korona országait három nagy nemzeti alapon, nemzetiségi tömbre bontja. Az első a horvátok lennének, vagy korábban ezt délszlávnak, jugoszlávnak nevezte. Egyesülnének a dalmátokkal, a szlavónokkal, a vajdasági szervekkel. Lenne egy román terület, Erdélyt, Bánátot, a kelet-magyarországi románokat beleértve, és a megmaradó területen pedig a magyarok alakítanák ki nagy belső önállósággal mindegyik a saját területükön az életüket. Úgy gondolja, hogy az etnikai tömböket elválasztó határ mentén lévő községek, ugye, ha vegyes lakosságok, akkor népszavazással dönthetnének a hovatartozásról. A három nemzetiség tehát teljesen önálló lenne közigazgatásban, bíráskodás pénzügyeiben, és közös lenne a külügy, pénzügy és a hadügy, illetve hát ezt közös intézmények kezelnék. Egyébként ezek a tervezetek abban talán közösek és abban egyetértenek, hogy a közösség kérdésében nagyon vázlatosak, tehát mik a közös ügyek, viszonylag szűk körben határozzák meg, hogyan gondolják azt kezelni, közös minisztériumok, vagy esetleg egy közös parlament. Eléggé kifejtetlenek, mondhatnánk, hogy egy laza laza védelmi szövetségekről van itt szó. Aztán megtolja azzal a tervezetét, hogy a román rész, tehát a három tömb közül a román rész, az egyesülhetne a dunai fejedelemségekkel, amely nem jelenteni Magyarország megcsonkítását szerinte, mert Magyarország ezáltal csak gyarapodna, és egy 22 milliós lakosú új államnak a része lenne. Ezt a tervezetet a párizsiak megvitatják, és itt Teleki tulajdonképpen egyedül marad. Ő sem fogadja el nyilvánvaló, tehát ez csúsztatás, amikor Pulszky azt írja Kossuthnak, hogy a magyarok megtárgyalták, a párizsiak, bocsánat, így megtárgyalták Bolcsescu tervét, és a fél országot odaajándékozták a románoknak, akkor ez így nem igaz, mert Teleki sem fogadja ezt el, csak lát benne, ahogy hallottuk, hát, hogy a területi autonómiában gondolkodik, lát benne értékelhető vagy megtárgyalható részeket, a többiek inkább határozottabban utasítják el, és ezért Teleki kitérő választ ad Bölcsescunak Kossuthra hivatkozva, hogy még nincs mindenki itt, majd ha mindenki itt lesz, akkor meg tudjuk ezt beszélni. Nem tudom már csak egy mondatban, hogy Vukovics Sebő, a volt igazságügyi miniszter, nagyon ő küldi meg Kossuthnak a tervezetet, de nagyon értékes, nagyon fontos szempontokkal egészíti ki a terv kritikáját, hát ugye képtelenségnek tartja, hogy szétszedik Magyarországot nemzetiségi alapon, de például felveti azt, hogy ha heterogenitás miatt Magyarország nem létezhet, akkor Erdély, vagy a Bánát, vagy a Vajdaság nemzeti szempontból, tehát etnikai szempontból nem kevésbé heterogén, az akkor hogy maradhatna fenn tartósabban, vagy könnyebben. Tehát azt látjuk, és ezzel zárnám az előadásom, és köszönöm a türelmüket, pár perccel tovább tartott, hogy tudatában vannak ezek a nemzeti mozgalmak, főleg az emigráns politikusaik, hogy a nagyhatalmi, mi apró népek, apró nemzetek kénytelenek vagyunk összefogni a nagyokkal, a nagy nemzetekkel, a nagyhatalmakkal szemben, főleg az expanzív birodalmakkal, itt legfontosabb, legelsődleges az orosz veszély, és persze Ausztria is.
De hát ezek a szövetségi együttműködési kísérletek nagyon hamar zátonyra futnak, vagy zárójelbe kerülnek a nemzeti programok miatt, hiszen ezek a nemzeti programok nagyjából ugyanarra a területre fókuszálnak, ugyanazokat a területeket érintik, szeretnék maguknak megnyerni. Köszönöm a figyelmet! Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon_próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.